András nem kívánva magát is az ellenfelet sem. Megint egy gólhelyzet, Szeidi a 16-oson belül, ez már bent van! Szeidi góllal debütál, és amit az előbb megúszott az Alaegerszeg, azt most már nem tudja. A 28. percben vezet a Diós Győr. Egy kicsit lelassul a labda, három támadó és egyetlen védő, Luke egy lövőcsel, nem érnek vissza az alaegerszegiek, és Luke jobb lábbal belövi. George, megint nincs lesz, Szeidi szemben a kapussal, Szeidi, és Benban, a harmadik. Abdurrahman fordul le, Lipai. Carreño feje fölött elmegy, így viszont gól! Nem is akármilyen, Gohér! Éppen megkezdődik a 90. perc, 4-1 most már a Diós Győr javára. Szeidi, ott könnyűen ott hagyja az embert, most már helyzet, Szeidi emeli át a kapus fölött, és zseniális megoldás volt, 2-0. 59. perc, ahogy a nagykönyvben meg van írva, ezt úgy oldotta meg Szeidi. Kórusban skandálja a nevét a közönség, Luke tehát eltekeri gól! Luke! Hatalmas góllal egyenlít a Diós Győr! Luke nagy formában futballozik! És azt kell mondjam, hogy megérdemelt a Diós Győri egyenlítés a gól előtt és a gól után is. Luke. Lehet, hogy ez volt az utolsó labdaérintése aktív játékosként, mert hogy csere, és ő fogja elhagyni a pályát. José Juan Luke Jiménez. A kapitány lejön, és mindenki felállva tapsol a Diós Győr stadionjában. Hihetetlen pillanatok. Félelmetes. 2,5 év alatt ez az ember így megszerettette magát ezekkel a szurkolókkal. És ez nem lehet véletlen. Tud valamit ez az ember. Adhatjuk rá. Nagy Tamás jön a helyére. Eperjesi, jó labda, Barci. Foltyik mellett a csel, Barci, és ott a vezető gól, Futács a gólszerző. Futács Márkó fut a labdának, és begurítja. Bacsa, Szalai másodszor sem tudja szerelni, Bacsa, még mindig ő, benn van, a minden itt milyen gól. Már megint a Diós Győrieknél a labda. Bacsa, Mikházi, Kutács, keresi a lövő pozíciót, Kutács, ez sem rossz, de mennyire, hogy nem, Batioha! Kerek, szép labda átvér.
Takács teszi Grumicshoz, aztán kapná vissza, és még az övé lehet. Takács középre, üres csak kapu Grumics! Gól! Megszerzi a vezetést a Diósgyőr az első támadásából. Lendületes, be is tudja adni, Griffith, ott a helyzet, gól! Takács szerzi a Diósgyőr második gólját. És milyen jó csere volt Gosztonyi. DVTK-nál 4, a Debrecennél pedig 3 olyan játékos van a kezdő csapatban, aki már rendelkezik egy sárga lappal. Nagyszerű fejes, és megvan a vezetés! Nagyon-nagyon gyorsan előnyhöz jut a DVTK, és itt van Tomislav Šivić. Nem kellett sokat várni tehát az első gólra. Hosszabbított nyitvatartással várják a szurkolókat. Bernát, hoppá, átpattan alatt a gól! 2-0, ledolgozza hátrányát a DVTK! Bacsa Patrik! Összesítésben 4-4 is. 3 percet jeleznek hosszabbításnak. Barci be tudja gyötörni, és gól! Hát kínjában mosolyoghat csak Vignyevics, mert Bacsa Patrik begyötri a Diósgyőr egyenlítő gólját a 91. percben. Ez aztán a Sluszpoén. Rados is kirohan a kapuból, átszeli a pályát és megy ünnepelni a DVTK drukkerekkel. Šivić is tombol a lelátón. Husics felé az indítás. Husics fut és éri el az alapvonal előtt. Befekvő játékos. És ott a vezető gól. Kostić a szerzője. Tulajdonképpen az első. Vadász. Stoppi rá. Nagyon rosszul ért hozzá. Jöhet előre ezzel aztán a Diósgyőr akciója. Után nincsen lesen gól. Ebben a pillanatban magas Berneri azt, és most már elkönyveljük, hogy 2014-ben a Diósgyőr labdarúgó csapata nyerte a Liga kupát, miután a döntőben egy rendkívül izgalmas és színvonalas mérkőzésen a Videóton együttesét 2-1 aránnyal legyőzte. ...1998 után játszik ismét nemzetközi kupa mérkőzést a Diósgyőr. Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. A Diósgyőr ellenfele a kissé dallamos nevű Pirkirkara FC. Bacsa, és érkezik mellette Okuka is. Bacsa beteszi Nikászinak, nincs les! Nikházi. Bacsa ezzel be lehet fordulni. Egy jó cseh kéne. Bacsa! Bacsa! Gól! A 93. percben ki tudja, hogy de megszerzi a véletlen győztes gólt a Diósgyőr. Begyűjtheti. Elek átszámozza magát, két védő, jaj, de szépen csinálta Elek! Murcia gól! Bevédi Murcia Elek beadását, lövését a 30-31. Percben vezet a Diósgyőr! Bemutatkozás, Gosztonyi ki oldalra. Husic középen kéri, Grumics, Husic ellövi, gól! Murcia megint ebben is benne van, de a 61. percben 2-1 a Diósgyőrnek. Lehet pacsizni. Husic a gólszerző. Elek.
Nagyon szép passzelektől, középen Barci, aj, mekkora gól! A 66. percben! Gyönyörű akció végén 3-1 a Diósgyőrnek! A csereként beálló Barci Dávid! Lesz-e 4-1, Nikázi, van érkező, mögötte Marjanovic, Marjanovic, és ez is bemegy! A 90. percben a rövidre kapolt megint Murciát, és a harmadik csereember Marjanovic is betalál. Mögött Viniciusszal szemben. Gól! Gosztonyi magabiztos ítélet végrehajtó, és a Diósgyőr megszerzi a vezetést. Nyíregyházán furcsa ezt kimondani, de a hazai mérkőzésen a labdarúgó Európa Liga selejtező második körében a visszavágón, és immár összesítésben 3-0-ra vezet a bolgár Litex Lovecs ellen. Bognár lábában az egyenlítő gól. Bognár, és ott is van! Bognár szöglete, jól csavarodik, és ott a gól! 2-1! De közel már Novatisoma dekázgat, ott a büntető területen belül, nagy helyzet, gól! Vezet a DVTK a találkozó elején, nagyszerűen találta el a labdát Elek Ákos. És megállt, ez pedig helyzet, Barci, hői, a második hullámban van érkező ember, és van lövés, ó, mekkora gól! Szédületesen nagy gól szerez Novotny Soma. Remekül vette át, Novotny lesen, hagyja, hogy jöjjön Elek, Elek pedig begyalogolhat király kapujáig, ellövi, 3-0, két gólos, és most már